4-5 éves korom óta végül sportolok, úgyhogy ez a röpke 18 év, 20 év, ez igen vegyes volt, hiszen eleinte úszóként kezdtem a pályafutásomat, és 2010-ben váltottam át konkrétan öttusára. Persze volt jó pár év, amíg párhuzamosan csináltam a kettőt, de öttusában döntöttünk, amikor az első ifjúsági olimpiára sikerült kikvalifikálnom. Ez talán színvonal felüli, hogy egy ember két sportágban kimegy egy olimpiára, és persze, hogy azt nézi az ember, hogy hol lehet eredményesebb, esetleg ugye a legjobb eredményt elérni. Csak azért ugrott át az öttusa sportba, hogy egyáltalán csak kipróbálja, és hogy mint csapatsportágban megnézze, hogy tud bármit, mert ő egy sikeres úszó volt. Föl sem merült, hogy az elején, hogy mi úszást váltani akarnánk. És akkor kiderült egy versenyen, 10 éves kora körül, hogy mint öttusázóként is van remény. Természetesen az öttusa mellett döntöttem, hogy az már, hogyha már világbajnok vagyok, akkor nem lehet olyan veszélyes. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó úton jár, hiszen kétszeres junior világbajnok, felnőtt Európa bajnok, ilyen fiatalon. Úgyhogy tulajdonképpen, hogyha végignézem a magyar női öttusa sportot, akkor ilyen fiatalon, ilyen eredményekkel senki nem rendelkezik. És nagyon bízom abban, hogy ez a lendület és a kitartása, ez meg fog maradni még Rióig, de inkább Tokiói olimpiáig, tehát ha jól számol, akkor az még 6 év. 2006 óta, amióta ő korosztályos öttusa versenyeken indul, ő minden korosztályában volt, el tudott jutni a legmagasabb szintig. Kimondva kivondatlanul, azért ma őt tartom a legerősebb női versenyzőnek a magyar öttusában és a világszínvonalon is az első 10-be sorolom. Hát az az 5-10 nő, aki bármikor nyerhet versenyt, ő is ebbe a 10-be tartozik. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy telnek múlnak az évek, ő is megszokja abszolút ezt az esélyesség terhét, és ezt jól fogja tudni kezelni. Jó érzés, hogy már látják azt, hogy beleértem, meg ahogy a tavalyi év is alátámasztja, esetleg én már ott vagyok a top 5-ben, vagy ott top 3-ban. Ez nagyon jó érzés, de mégis azt mondom, hogy ez egy kicsit nyomást helyez rám. Valamikor próbálok neki megfelelni természetesen, valamikor meg jó lenne, hogy egy kicsit lemennék a kezüket a vállamról. Megvannak azok a képességek, meg lehetőségek benne, hogy egy valódi klasszisa legyen a magyar öttusának. Én látok benne lehetőséget, hogy egy jó eredményt produkál. Ez egyszerűen nem is annyira fizikailag fog eldőlni, hanem a fejecskéjébe. Nagyon sokszor, amikor baráti körrel, ahol nálánál jóval nagyobb fiúk is megjelentek, a Zsófi Szkanderban minden fiút meg tudott verni. Én egy erős alkat vagyok, és mindig is anyámék úgy neveltek, hogy én vagyok úgymond a legerősebb a családban, meg a legstrapabíró, meg a úgy izomzatilag is én voltam a kisfiú, és mindig kisfiút akartak, úgyhogy én ilyen kisfiúsnak voltam nevelve. Persze hozzátartozik, hogy tényleg nagyon sok fiú barátom van, úgyhogy tényleg ez a típusnak felelek meg. Mellette a mai nap is úgy érzem, hogy a csapaton belül a fiúkkal talán meg a legjobban a beszélgetés, meg maga ezt a támogatást, amit kapok tőlük. Persze itt meg kell említeni, hogy a él fiainkkal tudok felkészülni, ami nagyon-nagyon pozitív, és nagyon nagy löketet ad nekem a mindennapokban. Nagyon-nagyon bájos, tüneményes teretmény, vannak rosszabb napjai, vannak jobb napjai, de hát ugye nem vagyunk egyformák, és hát valóban tényleg mindenkinek lehet rosszabb napja, lehet jobb napja. Kiszámíthatatlanak mondanám, tehát én is vagyok egy egyszerű eset, de őnál azért, tehát vagy fekete, vagy fehér. Tehát lejövünk, akkor csicsereg, akkor tudjuk, hogy jó kedve van. Ha lejövünk és nem lehet hozzászólni, akkor pedig nagyon rossz kedve van. Tehát olyan, hogy átmenet, olyan nála nincsen. Próbál szerintem ilyen női vonalat be is vinni ebbe a dologba, mert a női keret nagyobbik része. Rajta kívül szinte aki számításba jön, az inkább Fehérváron edz és oda tartozik. És ő talán egy kicsit a fiúk közé próbálja bevonni ezt a
hát anyáskodás az kicsit erős, mert ugye ő itt magasan a legfiatalabb közöttünk. Azt tudni kell, hogy én vagyok a legfiatalabb válogatottban, majd egy 8-10 év van köztünk. Azt szerintem nagyon nagy előny, hogy ők sokkal több mindent átéltek, mint én. Ez biztos, hogy a Zsófia nagyon kemény csaj, tehát fát lehet vágni a hátán, tehát olyannál nem igazán létezik, hogy ő most azért abba adja az edzést, mert beteg, vagy rosszul van, vagy éppen valami nyűgé baja van. Sokszor már mi szólunk rá, hogy állítsa le magát, és tényleg menjen haza. Mindig szeretett mozogni, mindig szeretett edzeni, és ezt ilyen céltudatossá tette így fiatal felnőtt éveibe. Gyakorlatilag ez az erőssége, hogy ő nem szereti a szüneteket. Tehát amikor leállás van, vagy amikor sérült, akkor úgy kell őt visszafogni, hogy ne edzen, ne mozogjon, pihenje ki magát. Minden a sport. Mind az öt edzőm, vagy több mint öt edzőm az olyan ember, aki teljes mértékben ismeri minden rezzenésemet, minden mozdulatomat. Amikor ő ide került hozzám úszóként a Honvédba, bekerült a csoportba, ami egy egységes csoport volt, és ő gyakorlatilag a gyerekeket, akikkel foglalkoztam, a versenyekről ismerte csak, de egy pillanat alatt beépült a csoportba, és ezáltal az ő enyhén bolondossága, meg sok beszéde miatt elnevezték Szelinának, a Némó nevű rajzfilmben van egy ilyen kis bolond hal, aki mindig úszik, és szövegel. És ez az, ami úgy nagyon megmaradt bennem, és ez mindig eszembe jut, amikor őt meglátom, vagy amikor az edzéseken engem elkezd bosszantani az, hogy a többiekkel szövegel állandóan. Mivel én igen aktív vagyok, meg hiperaktív voltam, ezért nem voltam egy egyszerű eset. Születésétől kezdve ő nem egyszerű eset, ő hiperaktivitással született, ami azt jelenti, hogy alapvetően fáradhatatlan volt, szinte nem aludt, így azt hiszem, hogy az ő sport életét az erősen indukálta, hogy minél hamarabb valami lefárasztásra próbáljuk rávenni. Zsófit 12-13 éves kora óta ismerem, családi barátként kerültünk kapcsolatba, és igazándiból, amikor ő elkezdett öttusázni, akkor bennem felmerült az a gondolat, hogy ennek jó lenne hangot adni, jó lenne valahogyan publikálni. Ez körülbelül egybeesett azzal, amikor Magyarországon a Facebook és ez a közösségi média ez nagyon erősen megjelent. És akkor az a gondolat támadt, hogy csináljunk egy oldalt, csináljunk egy rajongói oldalt, és próbáljuk meg megelőzni a híreket. Például a nagyon izgalmas és Zsófi ebben nagyon jó partner, hogy edzőtáborban versenyek előtt csinál egy-egy képet, és azt én gyorsan felteszem. És ezek a hírek különböző olyan sportportálokon is megjelennek, akik ugye szeretnének híreket közölni, de nem jön hivatalos csatornán semmi, és akkor ezeken a nem annyira hivatalos csatornákon sokkal izgalmasabb hírek jönnek. És ami egyértelműen látszik, az, hogy az embereket nem okvetlenül csak az eredmények érdeklik, hanem maguk az emberek, és hogy ezek az emberek mit csinálnak, és hogyan élnek, és hol nyaralnak, mit esznek, kikkel barátkoznak, ezek mind érdeklik az embereket. Azok is követik, akik az öttusa sportot követik. Az egyik kedvencem van egy lengyel fiatal srác, aki még arra is figyelmet szentel, hogy magyarul próbáljon megírni. Voltak olyan megkeresések, akik hát ha nem is lehetett egyértelműen szerelmes levélnek tekinteni, de azért az érdeklődés mindenképpen megjelent. A leveleket mindig én olvasom el. Volt a legelején olyan, hogy én válaszoltam, azonnal írtam rögtön zsigerből választ, hogy bocsánat, most úton vagyunk, nem tudunk válaszolni. Majd utána rájöttem arra, hogy húha, ezt nem tudja a küldő, hogy ezt nem a Zsófi írta. Úgyhogy akkor a csalódás lehetett, amikor a következő üzenetet már a gépről írva aláírtam, hogy mindenképpen megmondom Zsófinak, hogy keressen, üdv Péter. Nem biztos, hogy erre várt a fiatalember, hogy ezt a választ kapja, de hát ez azért benne van a dologban. Zsófi most, hát sajnos most, hogy a sérülései voltak, most lényegesen aktívabb volt. Tehát ez sok lehetőséget adott arra, hogy olyan képeket és olyan
üzeneteket és olyan gondolatokat osszon meg, ami a saját életével, a saját küzdelmeivel volt összefüggésben, és ezt szerintem szívesen olvasták az emberek. És ugye aztán jöttek a nagyon izgalmas képek, pont a rehabilitáció és a gyógytorna kapcsán volt ilyen jégkamrás kép, és ott kijött belőle a kreatív énje. És nagyon jó volt látni, amikor a Frozen képet tette föl, ugye megfagyva, hogy kilépett a jégkamrából, és az egész képnek egy ilyen olyan érzete volt, hogy ott a jégveremben van valaki. Ez a minusz 110, a belső kamrában leszek 5 percig. Az előkamrában még fél perceket vagyok az a bemelegítő része, úgyhogy szerencsém van csoporttársam is, úgyhogy nem leszek egyedül bent, és ez nagyon biztató, úgyhogy lehet, hogy ki is fogom kérni ezt az 5 percet. Szeptemberben nekünk volt a világbajnokságunk, és nekem a döntőben való szereplésem alatt következett be ez a sérülés, ami a helyszínen nem derült ki, hanem amikor hazajöttem, akkor elmentem orvoshoz, és az orvos állapította meg, hogy egy keresztalagszakadás történt nekem a vívás szám alatt. Nagyon örülök neki, hogy ilyen téren megadatik nekem ez a lehetőség, ez a központ, ahol járok, ahol egy hidegterápián veszek részt, ami a gyulladást csökkenti, meg egyáltalán az izomregenerációt, amit mellette sportolok. És van a másik része, ez az antigravitációs grép, ahol a testsúlyomnak az jó százalékát leveszik, és azzal egy futást például meg tudok csinálni. Jelenlegi állapotban úgy tartunk, hogy nem is maradtam le így még a felkészülés alatt, hiszen nem álltam le így a sérülés miatt, ezért nagyon örülök neki, hogy nekem ezek így adottak, és csináltam emellett a dolgaimat. Igazából azt gondolom, hogy neki ezek a sérülésekből adódó törések, ezek azért nagy komoly mélységet jelentettek a pályafutásán, és ilyenkor úgy gondolom van a család szerepe, barátok, az edzők, hogy ekkor tartsák benne a lelket. Most ez nagyon megviselt lelkileg, ez a betegség kombó sérülése, ez az, ami úgy mindent számítottam ebbe az évbe, csak erre nem. És nagyon jó felkészüléseim volt. Tehát azt tudom mondani, hogy egy pozitív hozatéka van ennek az egész évnek, hogy látom azt, hogy mire vagyok képes újra a nulláról előteremteni. Én bátran kimerem jelenteni, hogy ugye most volt egy keresztalag szakadása, minden ilyen nyűd, egészségi probléma megoldódik, ugye most elsősorban erre gondolok, akkor én úgy gondolom, hogy a Rio Olimpia egyik nagy éremesélyese, hogyha nem aranyérmeséről beszélek most. Ezt én úgy gondolom, ezt nyugodtan ki lehet jelenteni, ki lehet mondani. 2 év még mindig, ha a riói távlatokban gondolkodunk, és nekünk jövőre indul el a kvalifikációs szezon. Tudom, hogy hol osztanak kvótát, és nagyon remélem, vagy hát vérszemem van arra, hogy már letegyem a bélyeget arra, hogy én igenis nekem utolsó pillanatokra meghagyni ezt a lehetőséget. Én egyből el akarom élni, és le akarok rá csapni, hogy ne legyen megkérdőjelezve, hogy nincs ott helyem. ban úgymond karrierem csúcsára elérek, és elkezdődött egy életem másik szakasza. Nagyon bízom benne, hogy addig megtalálom majd a megfelelő alanyt és páromat az életben, és ott is el tudunk kezdeni az életnek a legszebb részét, esetleg egy családalapítást. Én világéletemben azt képviseltem, hogy a sport az egy nagyon fontos tényező, de alapvetően azért is nem lett a Zsófi magántanuló, azért is nem gondoltuk azt, hogy kivesztük a rendes iskolai kerékvágásból, mert úgy gondolom, hogy bármi történhet egy sportpályafutással, bármikor, lásd sérülések, lásd akár úgy fejlődik valaki, hogy nem tudja folytatni azt a pályát, amit elképzel, vissza kell kapcsolódni a civil életbe.
Én a BGF-re járok, a vendéglátás turizmusra, és az utolsó évet hajkurászom itt a egyetemen. Hát nagyon remélem, hogy sikeres lesz, és nem fogok úgymond csúszni. Nagyon élvezem, nagyon szeretem, és nagyon örülök neki, hogy azt tanultam, amit egyáltalán elgondoltam magamnak már kiskorom óta. Nagyon sokszor volt úgy, hogy kiszállok a vízből, de nekünk nagyon szoros a napi beosztásunk. Elmondok egy hétfői napot, reggel lovaglás, utána gyorsan elmegyünk a futóedzésre, utána már egyből ugrunk is be a medencébe. Nagyon-nagyon kevés időnk van táplálkozni, nagyon kevés időnk van enni. És nagyon sokszor volt az, hogy tényleg kiszállok a vízből, éhes vagyok, mennék ebédelni, és akkor egyszer csak hozza kezébe egy tálat, és sütött, hogy utána a Pestet sütötte csak nekünk. Hogy gondolt ránk, és ez úgy gondolom, ez olyan gesztus, és ezt nem egyszer játszott el, nem kétszer, hanem bizony sokszor. Hol sosat, hol édeset, hol jót, hol nagyon jót. De úgy, ez egy olyan gesztus, hogy... Jól esik ezen. Hogy nagyon-nagyon ritka az ilyen. Tehát... És ez olyan szívet melegető. Sütiben nagyon ott van. Én nagyon-nagyon édes szájú vagyok, voltam, nem tudom. A lényeg az, hogy csoki bolond voltam, és a kiskoromban megkérdezik, hogy hát én mi leszek, akkor én csoki gyáros leszek. Hát egyértelmű, és apám meg ugyanez a típus, hogy hát ő támogat. Tehát ugye a mai napig még azt hiszi, hogy ezt megcsináljuk. De hát mellette bejött az, hogy elkezdtem sütni, főzni, és tehát, hogy nálunk ez nagyon ritka, vagy nagyon érdekes, mert nagyon nem szoktak édesanyám, meg a tesóim, úgyhogy én kiélhettem magam, és nagyon megtetszett például a cukrászat. Úgy gondolom, hogy a civil pályafutásnak nagyon fontos szerepe van a jövőre tekintve, Zsófinál is, ő neki ez volt a vágya, hogy ő a BGF-en vendéglátóipari szakon tanulhasson, és ezt mindenben támogattuk. Én úgy vélem, én úgy gondoltam, hogy nekem ez az egy olimpia adott, és ezzel élni szeretnék, és amit lehet, azt beleteszek. Utána az, hogy mit hoz az élet, meg a magánéletem is, én más dolgokat is ki szeretnék próbálni, szeretnék dolgozni, amit tanultam, vagy esetleg úgy elmenni külföldre ismerősökkel dolgozni, amit csak úgy lehetséges, hogyha mellettem nem sportolok. Úgyhogy ez egy új élet fog előttem megnyílni, hogy én úgy terveztem. Nagyon messze van még az az utáni olimpia, úgyhogy abban nem is akarok belegondolni. Elsődleges cél nekem ez a két év, addig nagyon, nem is azt mondom, nincs más, mert mellett a tanulmányomat folytatom, meg lediplomázok elvileg addig, úgyhogy azért elég sűrű lesz így is, de azt mondom, hogy irány jó, és ez a két év